Köszöntöm kedves nézőinket az Egyenleg mai adásában, melynek vendége, sok szeretettel várt vendége, dr. Gabriel Robert professzor úr, a Pécsi Tudományegyetem rektora. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is önnek, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ha megengedi, hogy egy személyes dologgal kezdjem. Nem fiatal egy kicsit ön rektornak, hát végül is még messze van az 50-től is, nem akarom a pontos életkorát elárulni, de jó pár év kell még az 50-hez. És hát az emberek a rektort azt általában egy Dumbledore professzornak képzelik a gyerekek biztosan, és hát az idősebb korosztály szemében is a rektor az egy tudományok művelésében megőszült, szakállas, idősebb úriember. Ön pedig itt van fiatalon és energikusan. És hát azt kell mondanom, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy ön kilépett az egyetemi elefántcsontoronyból, és a város lakosságával vállalta a beszélgetést, hiszen ez a műsor interaktív, tehát várjuk az önök kérdéseit. Két fele bontanám a kérdést. Kettő is volt. Igen, akkor három fele. Az egyik az, hogy vajon fiatal vagyok-e? Na hát azért annyira nem vagyok fiatal, mert... Ha jól emlékszem, ennek az országnak volt már 35 év körüli miniszterelnöke is. Hát, hogyha egy miniszterelnök lehet 35 év körül, akkor talán egy rektornak is megengedhetik azt, hogy 45 körüli legyen. A másik fele ennek a kérdéskörnek persze, hogy mi szokott lenni az egyetemeken. Sörömmel jelentem, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen fiatal rektor. Az állami intézmények közül a Szarvasi Főiskola rektora hasonló korú, mint jó magam. Tehát a nagy egyetemek közül? Hát a nagy egyetemek közül 6-8 év kor előnyöm van a legközelebbi riválishoz, hogyha így tetszik. A másik fele a kérdésnek, igen, valóban felvállalt küldetésemnek tartom azt, hogy az egyetem, amely hát azért a közelmúltban sem volt már annyira elefántcsontorony, de még inkább a város, a megye, a régió életének a részévé váljon. Ezt tudatosan vállalom, és szeretnék is sokat tenni ennek az érdekében a következő időszakban. Hát ugye ez bizonyítja, hogy itt van, elfogadta meghívásunkat, és hajlandó a beszélgetésre kedves nézőinkkel, az itt látható elérhetőségeken tudnak bennünket keresni, és a rektor úr bizonyára válaszolni fog azokra a kérdésekre, melyet föltesznek. Főleg természetesen az egyetemmel kapcsolatosan, egyetem és város, ezt említettük az imént. Valóban az egyetem egy kicsit azért egy olyan város a városban. Senki nem tudta nagyon sokáig, hogy micsoda méretei vannak az egyetemnek. Egyébként ez nagyon jó lenne, ha az ön hiteles szavaiból tudnánk meg, hogy pontosan milyen méretei vannak. Számot tudok adni a jelen állapotokról. Örömmel jelentem, hogy a Pécsi Tudományegyetem még mindig Magyarország legnagyobb egyeteme, azon kívül a Magyarország első egyeteme alapításában. Hallgatói létszámát tekintve is még mindig első, 33.800 körül van a hallgatóinknak a létszáma. Emellett 6.800 dolgozónk van, aki az egyetemi bérlistáról kapja a fizetését, számtalan további munkatársunk, aki ugye itt-ott besegít az egyetemi feladatok ellátásában. A költségvetésünk pedig jelentősen meghaladja a városét, az idei számítások szerint egy olyan 49 milliárd körül fog megállni. Ez majdnem egy tízessel hosszabb. Egy jó tízessel hosszabb, mint a város költségvetési főösszege, igen. Tehát valóban ez egy üzem, ha úgy tetszik, méghozzá szabadjon egy kicsit provokatívan mondani, hogy egy magas minőségű üzem. Tehát egy olyan minőség, olyan üzem, amelyik magas hozzáadott értéket állít elő. No, de azért ez a város szereti ezt az egyetemet, nagyon is szereti, mert nagyon sok épülettel és nagyon sok együttműködéssel támogatta már régóta. Ön milyennek látja most a város kapcsolatát? Ez így igaz, bár minthogyha az elmúlt 10 évben egy kicsit szerényebb lett volna az interakció a megye és a város között. Úgy a szellemi, az egyetem és a város között? Igen, az egyetem és a város között, tehát ugye úgy a szellemi, mint pedig a fizikai interakciók tekintetében. Azonban minden jel arra mutat, hogy ez a kapcsolat élénkülőben van. Muszáj is, hogy élénküljön, hiszen két olyan nagyon jelentős esemény áll előttünk, mint a 2010-es kulturális főváros rendezvénysorozat és a Pólus program, amely szintén számíthat jelentős egyetemi részvételre. Hát a Pólusnak az is az alapja, hogy ugye tudásközpontok bevonásával történjenek meg. Ez teljes mértékben így van, és
ebben a tekintetben is elég jelentősen haladtunk előre az elmúlt időszakban. Magának a Pólus programnak a koncepcióját is egyébként részben az egyetem kollégái segítségével sikerült annak idején előállítani, és most a tartalommal való megtöltése is az egyetemi kollégák segítségével történik. Természetesen ez nem lehetséges a városnak a vállalkozói rétege nélkül, hiszen rájuk épül a gazdaság, az egyetem tud segíteni. Gazdaságot csinálni egyelőre még nem tud, de segíteni abban, hogy a gazdaság jobban menjen, abban minden valószínűség szerint tud. Na, majd erről részletekben is beszélünk, de még egyelőre az egyetem-város kapcsolatában néhány specifikumot emeljünk ki. Ugye a Pécsi Tudományegyetem újraindítása, ami azért az is jó 100 évvel ezelőtt volt, még csak 84. tanévünket kezdjük. Elnézést, akkor én voltam pontatlan. Valóban, én számokkal mindig hadilában állok. Tehát a lényeg az, hogy akkor az a 84 évvel ezelőtti újraindítás során az ingatlanok szétoszlottak a városban, és a Pécsi Tudományegyetem kampusza, hogyha lehet így nevezni, gyakorlatilag maga a város. Ez így igaz, és jelenleg is azon egyetemek közé tartozunk a világban, amelyik egy közepes méretű város szövedékébe beágyazódva helyeződik el. Az egyetem szervezésnek különböző lehetőségei vannak. Nagyon gyakran a nagy nyugati egyetemek fogják magukat, és egy elegáns mozdulattal kitelepülnek valahol a város szélére. Ezt úgy szokták mondani, hogy kompaktálják magukat, összenyomják az infrastruktúrájukat egy helyre, aminek üzemeltetési és nagyon sok logisztikai szempontból lényeges előnyei vannak. Azonban ugyanakkor az érezhető, hogy ezek a konstrukciók mindig kivonják az egyetemet a városnak az életéből. És érdekes volt megfigyelni, hogy azokon a helyeken, Németországban, ahol ilyen új kampuszok épültek, mondanék két példát, Regensburgban és Ulmban, ott az egyetemi hallgatók szépen lassan elkezdtek visszaszivárogni a városba. Tehát megépült a kollégium az egyetem mellett, megépültek az új lakások. A hallgatók mégis jobban szeretnek a város közepébe lakni, mert ott van az élet, ott van az érdekes dolog. És elkezdték renoválni a régi kis lakásokat, és valahogy az egyetem városfejlesztési erővé vált ilyen módon is. Nem csak azzal, hogy egy intellektuális potenciál, egy innovációs potenciál helyezkedik el valahol a város szélén, hanem maga a hallgató válik városfejlesztő erővé. Na, tulajdonképpen valahol ez a szituáció Pécsett is érzékelhető, hiszen a hallgatóink itt laknak a városban. Ezáltal a városban fogyasztanak, nem elkülönülve, ugye valahol egy kampusz területén, ezáltal a városban bérelnek lakást, vagy esetleg vásárolnak lakást, és ezzel egy kicsit mozgalmasabbá teszik a városnak az életét ebből a szempontból. Szép rendes albérleti árak is vannak emiatt Pécsett. Hát igen, ez így jellemző, de ennek van még egy komponense, ugye azt mindenki tudja a városban, hogy az egyetemi kollégiumok rekonstrukció, részben rekonstrukció alatt vannak, részben rekonstrukció előtt állnak, és maga a hír önmagában 25%-kal emelte meg az albérlet az árait. Hát ezt annak, akik kiadják az albérletet, örülnek, akik kiveszik, azok sokkal kevésbé. Ugye a pécsiek azok, akik kiadják az albérletet, vidékiek azok, akik kiveszik. Ez így van. Természetesen a kollégiumi ellátottság folyamatos javítására törekednünk kell. Azonban ez egy illúzió, ezt el kell mondani itt ebben a műsorban is, hogy mi 100%-os ellátottságot tudjunk biztosítani. Valahol a 35-40% környékén nyilván az egyetem is meg fog állni. Fontosabb lenne most már inkább a minőségi szálláshelyeknek a fejlesztés az egyetemen belül is, mert hát legyünk őszinték, a kollégiumaink meglehetősen lelakott állapotban vannak, rájuk fél egy nagy felújítás. Rektor úr, térjünk vissza az ingatlanok helyzetére. Végül is az egyetem egy hatalmas ingatlan tömeggel rendelkezik. Egyrészt elindult már az orvosi kar intézményeinek, a klinikáknak az átszervezése, ami egy nagyon komoly ingatlancsere, hatalmas szervezetek mozognak és működő szervezetek költözködnek, ami egyébként is egy önmagában egy nagy trúváj. De mi az önök koncepciója? Létezik-e egy ilyen ingatlancsere koncepció? Igazából ketté bontanám a kérdést abból a szempontból, hogy mit szeretnénk az oktatási egységeinkkel kezdeni, és mit szeretnénk a klinikákkal kezdeni. Az oktatási egységek tekintetében azt mondanám, hogy távlati célként kitűztük azt, mondjuk ha 2020-ban majd ránézünk Pécsváros térképére, hogy két kampusz jöjjön létre Pécsett, az úgynevezett keleti kampusz, amelyben majd a EKF pályázat keretében megépülő tudásközpont is helyet fog foglalni, talán erről még majd a későbbiekben esik néhány szó.
És egy nyugati kampusz, amelyik az orvostudományi kar épülete, természettudományi kar, bölcsészettudományi kar, Polák területe fele környékén fog létesülni, és így a két kampusz gyakorlatilag a városnak két súlypontját tudja majd képezni. A nyugati kampusz az inkább a kísérletes tudományok, műszaki tudományok, a keleti kampusz az inkább a társadalomtudományok székhelye lenne majd. Így is szétválasztják ilyen tematikusan? Én azt gondolom, hogy ennek megvan a maga értelme, hiszen azok a facilitások, amelyek a kísérletes munkához és a klinikai munkához kellenek, azok egy helyütt összpontosulnak, valahol a Szigeti út, Ifjúságút környékén. A könyvtárépület, ami pedig hát nyilván a bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogtudományi munkáknak az alapja elsősorban, az új tudásközpont, az meg a 48-as tér környékén fog megépülni, tehát ilyen értelemben érzékelhető egy tematikus szétválasztódás is, amire nyilván belső eszközökkel rá lehet segíteni. Ez igényel némi reorganizációt az egyetem szervezeti egységein belül, de azt hiszem, hogy ez a kölcsönös belső érdekek mentén ez megoldható lesz. A klinikák tekintetében reméljük, hogy egy nagyon jelentős fejlesztés előtt állunk, és a meglehetősen szétszórt egészségügyi intézményrendszert a megye és a város részvételével szeretnénk integrálni, és gyakorlatilag 4 klinikai központba szervezni a betegellátást. Egyrészt a mostani 400 ágyas klinikai telephelyre jelentős bővítések mentén, másrészt ugye maradna a volt Honvéd Kórház, Akác utcai tömb, harmadrészt a megyei kórház és a neurológiai telephely, és negyedrészt az Édesanyák útja, ahol ugye a megyei gyerekkórház és az egyetemnek a szülészeti nőgyógyászati klinikája amúgy is értelemszerűen egymás mellett foglal helyet. Tehát ez a, lenne... A Heimpár gyermekklinika fölköltözik oda. Én fordítva gondolom, most pillanatnyilag az most első ütemben aztán majd vissza. Így van. De ha a pályázati forrásokat sikeresen abszolváljuk, megnyerjük, akkor ott az Édesanyák úti telephelyen egy nagyon komprehenzív, egy nagyon összetett, de ugyanakkor funkcionálisan jól egybeillő klinikai tömb alakul ki, terhes gondozás, szülészetnőgyógyászat, gyermek és csecsemő gondozás és intenzív, gyermekintenzív ellátás. Ez mind egy telephelyre tud összpontosulni, ami egy óriási előrelépés lenne a mostani felemás állapottal szemben. Tehát megvannak a tervek, a koncentrációja, a végrehajtás az a pályázati források elnyerésének a függvénye. Én 4 évet mondanék most. Tehát, hogyha a pályázataink sikeresek lesznek, és az elsőt minden valószínűség szerint a közeljövőben ki fogják írni, akkor azt gondolom, hogy 4 év alatt ennek a programnak nagyjából a végére lehet érni. Rektor úr, jött egy kérdés. Igen. Tisztelt rektor úr, mi a terve a gyakorló iskolákkal? Ők is az önkormányzati iskolák sorsára jutnak-e összevonások, körzetesítés, racionalizálás címén? A gyakorló iskolák az egy nehéz kérdés az egyetemen belül is, és itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt az egyetem kettős nyomás alatt van. Az egyik nyomás az egy külső nyomás, hiszen körülöttünk folyik ez az iskola reorganizációs folyamat. Ismeretes, hogy a múlt évben összerendezték az általános iskolákat egy kupacba, illetve több kupacba, és folyik a középiskoláknak egyfajta átszervezése városszerte. Az egyetemi gyakorló iskolák helyzete annyiban más, hogy ők ugye nem a városhoz, hanem az egyetemhez tartoznak, mint fenntartóhoz. És korábbi években valóban felmerült az, hogy összevonás esetleg lehetséges lenne. Ahogy én ezt most látom pillanatnyilag, valószínűleg szervezetileg nem fogjuk összevonni a gyakorló iskolákat, bár elindultak ilyen irányú beszélgetések is, sokkal inkább egy profil összehangolást szeretnénk elérni a 3 gyakorló iskola között. Ez mit jelent pontosan? Hát ez azt jelenti, hogy vannak átfedő profilok a gyakorló iskoláinkban, tehát ugye a Babicsban, illetve a Deákban indultak hasonló profilú osztályok a középiskolában, vannak hasonló irányultságú osztályok az egyes, illetve a volt kettes gyakorlóban most Deák iskola. Ezeket szeretnénk összerendezni olyan módon, hogy legalább saját magunkkal ne versenyezzünk. Lássuk át a képzési programjainkat, és saját magunkkal ne versenyezzünk. Ezért abban gondolkodunk, hogy egy olyan együttműködési kartát hozunk létre a 3 gyakorló intézmény között, ami ezeket a párhuzamos képzéseket megszünteti, és mindegyik iskola saját tiszta profillal tud majd rendelkezni. Ennek a kifutása is szerintem 3-4 év. Nem lehet ezt olyan egyszerűen megcsinálni. Ön említette az Európa Kulturális Főváros programot, és megkerülhetetlen is az Európa Kulturális Főváros program, amelynek 2 olyan eleme van, ami kifejezetten az egyetemre épül, és az egyetemmel foglalkozik. Ugyan a zsolnai kulturális negyed az először nem úgy tűnt.
Aztán kiderült, hogy azok az elképzelések, amiket oda telepítettek volna az északi részébe, az mégse úgy lesz. Tehát, na jó, a sok bizonytalanság mellett végülis az egyetem letette a voksát valamire. Itt a nagy kérdés az ugye, hogy az egyetem művészeti karának oda települése és az északi oldalon a kommunikációs elképzelések fenntarthatóak lesznek-e? Lesz-e az egyetemnek arra pénze, hogy ezeket a hatalmas épületeket fenntartsa? Hát természetesen, amikor erről beszélünk, hogy fenntarthatóság, akkor azért több tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik tényező, ugye, amit ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy most mennyit költünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy most is nagyon sokat költünk, különösen a művészeti kar fenntartási költségei magasak jelenleg, amiben belejátszik egyrészt az ingatlanoknak a rossz állapota, másrészt az, hogy ezek az ingatlanok nem az egyetem használatában vannak, hanem nagyon gyakran bérelt ingatlanok. Tehát azon kívül, hogy fizetjük a különböző közüzemi díjakat, ráadásul még bérleti díjat is fizetünk másoknak. Már most a számítások azt mutatják, hogy a művészeti kar esetében mindenképpen biztosítható a fenntarthatóság, ugyanis egy minimális funkciónyerést feltételezve, tehát egy 5-10%-os növekedést feltételezve, beszámítva a ki nem fizetett bérleti díjakat, a művészeti kar helyzete egyértelműen hozható a jelenlegi szinten. Kicsit talán más, hogy látom a Kommunikációs Médiatudományi Intézet Zsolnai negyedbe történő költöztetését, annyiban, hogy ez valóban egy új terület lenne. Plusz négyzetmétereket jelentene. Azonban úgy gondolom, hogy ez az a terület, ami, hát látjuk, hogy komoly nyerességet tud produkálni napjainkban is, hogyha üzleti alapra helyezzük a vállalkozásait, és minden valószínűség szerint egy kommunikációs forradalom előtt állunk, hiszen jönnek a digitális csatornák, beszéltünk már előre korábban, és én úgy gondolom, hogy ebben nem csak egy oktatási képzési lehetőség van benne, hanem egy komoly kutatási profil is benne rejlik, és akár néhány év múlva az üzleti világba kilépve komoly üzleti lehetőségeket is látok ebben. Tehát én úgy gondolom, hogy a megnövekedett költségeket ebben az esetben a bejövő nagyobb bevétel fogja tudni majd kompenzálni a közeljövőben. Igazából nem ennyire részletesen gondoltam ezt, hanem gyakorlatilag az egyetem most egy olyan bővülésre tesz szert az LKF kapcsán, amely végül is valahogy csatlakozik ehhez az Európa Kulturális Főváros gondolathoz. Milyen módon tudja az egyetem növelni az Európai Kulturális Fővárosságot? Igen, ez megint csak 3 vagy 4 ponton is meg lehet ragadni ezt a kérdést. Az egyik pont, ahol ezt meg lehet ragadni, az, hogy milyen színvonalú kultúrát hozunk be azokba az új létesítményekbe, amelyek létrejönnek az Európai Kulturális Főváros projekt kapcsán. Mi azt tudjuk ígérni, hogy a lehető legkorszerűbb, legmodernebb technológiákat, a lehető legmagasabb szintű kultúrát kívánjuk ezekbe a létesítményekbe behozni. Úgy is, mint technikai kultúrát, és úgy is, mint szemléleti kultúrát. Ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés az, hogy mit tud az egyetem adni a kulturális főváros programjaihoz. Nos, ebből most nem szeretnék túl sokat elárulni. Az egyetem... Ja, de legalább mondjam valamit, mert jó, az LKF-ben sosem mondanak semmit. Oké, az egyetem eddig is hozzájárult az LKF felvezető éveinek a programjához. A 2008-as év programjai közül a programoknak a 30% az direkt módon az egyetemhez kötődik, és van egy további látens, körülbelül 20%, ami így vagy úgy személyeken keresztül, de más szervezeteken keresztül kötődik az egyetemhez. Tehát valahol 50%-nyi programot tudunk biztosítani az Európai Kulturális Fővároshoz. Na ez most, az a hozzáadott érték. Na most ez egy hozzáadott érték, és ehhez szeretném hozzátenni még azt továbbá, hogy tervezünk 4 vagy 5 olyan nagy programot, amiről most tényleg ne haragudjon, jó, de nem fogok nyilatkozni, mert ezek egy részét meglepetésnek szánjuk a város, és talán részben magunk számára is, amelyek pedig a csúcsrendezvények kategóriájába fognak tartozni. Tehát ami több száz, esetleg több ezer résztvevőt fog vonzani, és olyan típusú látványosság is lesz egyúttal, amely korábban nem volt jelen Pécsváros életében. De ez a 2010-es évre. Ez a 2010-es évre vonatkozik. Hát arra még ráérünk, még nem akarok titkokat megtudni onnan. A Tudásközpont
jelentőségét sokan vitatják. Azt mondják, hogy a 21. században az rendben van, hogy rendezzék a könyvtárak helyzetét, és a könyvtárak egy jó helyre kerüljenek. De egyébként miért van szükség 5 milliárd, most mondtam egy számot, nem tudom pontosan mennyi a tudás központ. Majdnem pontos. Felépítése. Miért van szükség ennyi pénzt elkölteni arra, hogy egy halomba legyenek a számítógépek? Na most ez az a pont, ahol a tanácsadó cég, akit ugye ez nem a reklámhelye, nem mondom a nevét, felbéreltek arra, hogy ezt a bizonyos megvalósíthatóságú tanulmányt elkészítse. Szóval a tanácsadó cég is egy kicsit vakargatta a fejét ezen a ponton. És itt jön újból az egyetemnek a szerepe, mert mi azon kívül, hogy amint mondtam, a legkorszerűbb technikát, technológiát, a legmodernebb szemléletet fogjuk behozni, ebben a tudásközpontban olyan extra dolgokat képzelünk el, amelyek mindenképpen a 21. századhoz tartoznak hozzá, de nem a szónak a klasszikus értelmében vett könyvtárhoz tartoznak hozzá. Például? Például itt ebben a tudásközpontban mi elképzelünk tudáspontokat, amit én szeretek elég mereven elválasztani a tudásközponttól. Itt olyan kutatóhelyeket fogunk létrehozni, ahol információknak a speciális halmazát, adatbázisokat tudunk egy helyre bekanalizálni, digitalizált formátumú könyveket tudunk a kedves látogatóknak a rendelkezésére bocsátani, és szakembereket, akik fognak tudni segíteni bizonyos projektmunkák összerakásában, megírásában. Tehát ez egyúttal egy konzultációs helye is fog válni a véleményünk szerint, nem csak az egyetemi hallgatók és az egyetemi oktatók számára, hanem a város polgárai számára, legyenek azok idősebbek vagy fiatalabbak. Szeretnénk már a középiskolásokat valahogy fölkötni erre a tudásközpontra. Szokjanak oda, szokjanak hozzá ahhoz, hogy ez egy másik típusú kultúra, mint amiben ők az iskolában élnek. És szeretnénk olyan látványosságokat biztosítani, talán nem árulok el túl nagy titkot, nagyon szeretnénk az egyik termet alkalmassá tenni IMAX vetítésekre. Itt, azért az nem kicsi egy IMAX vetítő, hát az van. Azt jelenti, hogy ott az 6 emelet magas körülbelül. Nem kell ehhez 6 emelet magasnak lennie, tehát készül alapvetően egy, illetve kettő darab nagy előadó terem. Hát ez egy nagy mozi magyarul az IMAX. Az IMAX az egy nagy mozú, de ott nem a nézőtér nagyságán van a lényeg, hanem a vászon nagyságán. Igen. És a vetítők elhelyezésért. Tehát sajnos már nem leszünk az elsők Magyarországon, mert a napokban átadott egyik budapesti bevásárlóközpontban üzembe helyeztek egy IMAX mozit, de másodikak még lehetünk. Mi lehetünk az első vidéki város Magyarországon, ahol egy ilyen IMAX összeáll, és az a reményünk, hogy ez is itt ebben a tudásközpontban fog összpontosulni. És ami ez hozzáadott érték, ugye, hogy az IMAX az rendszerint nem commerce filmeket mutat be. Nem, azok különleges filmek, amiket a dokumentum. Tehát én úgy gondolom, sőt, még azon túlmenően gyakran tudományos ismeretterjesztő filmek. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan hozzáadott érték lehet a város életéhez, ami kicsit és nagyot egyaránt vonzhat. Lépjünk tovább. Gazdálkodás. Hát ugye ez nem egy kellemes téma. Az egyetem gazdálkodásával kapcsolatosan mindig rémhírek kaptak szárnyra, és hogy mennyi adóssága van, és hogy sose lehetett tudni, hogy az egyetem gazdálkodása most éppen a klinikák egészségügyi finanszírozása, tehát az OEP finanszírozással együtt számítanak, vagy a nélkül. Vagy hogy most a karok közti versenyben hogy van, hogy mondjuk az egyik kar termel, a másik meg veszteséget termel. Most arra csúnyán nézünk, mert az veszteséget termel, a másik meg nyereséget hoz. Hát most hogy van ez? Alapvetően a Pécsi Tudományegyetem a múltban egy decentralizált gazdálkodási rendszer alapján működött, és egyébként most is úgy működik. Külön szoktuk számítani az oktatási egységeknek a gazdasági teljesítményét, és külön a klinikumét. Különösen ugye az utóbbi években ez kritikussá vált, hiszen a klinikai finanszírozás az évről évre fogyott a klinikák mögül, és hát legyünk őszintén, 2003 óta érezhető volt egy negatív spirál ebben a tekintetben. Először csak egy kicsi adósság, aztán egy nagyobb adósság, aztán egy még nagyobb adósság, és évről évre nem sikerült megállítani ezt az adósság hullámot. Hogy világos legyen, amiről beszélek, szeretem világosan megfogalmazni, hogy milyen paraméterről beszélek. Most arról beszélünk, hogy az egyetem napi gazdálkodása hogy néz ki, akkor arra örömmel jelentem, hogy az utóbbi két hónapnak a gazdasági adatai azt mutatják, hogy jelen pillanatban az egyetem gazdálkodása egyensúlyban van. Tehát a bevételeink fedezik, sőt, helyenként meghaladják a kiadásokat. Ez egy fontos paraméter.
itt nyugtatom meg a városbeli vállalkozóknak, akiknek tartozik az egyetem, hogy ki fogjuk fizetni a számlákat, tehát nem kell aggódniuk a pénzükért. Lesz olyan, ahol kicsit ez sokáig fog tartani, de mindenki meg fogja kapni a munkájának az ellenértékét. A másik dolog az, hogyha megnézzük, hogy kumulatív módon, tehát időben hogyan változott az egyetemnek a gazdasági teljesítménye, hát erről természetesen nincsenek jó híreim. Az egyetem lejárt tartozás állománya, ami azt jelenti, hogy a ki nem fizetett, 60 napon túl ki nem fizetett számlák tartozás állománya sajnos igen jelentős. Azt kell mondjam, hogy még mindig igen jelentős, bár nyár óta, amikor ez a paraméter 4,2 milliárd forinton tetőzött, azóta egy 700 milliós csökkenés figyelhető meg ebben a tekintetben. Tehát jelenleg egy 3,5 milliárdos negatívum mutatható ki, ebből 400 milliárd az OEB kassa kisöpréséből származik. Tehát az egyetem maga 300 milliót tudott önerőből hozzátenni a javuláshoz. 400 millió az OEB kassa kisöpréséből. Ez azt jelenti, hogy a korábban kiosztott finanszírozáson felül az OEB kassa soron kívül a Pécsi Tudományegyetem klinikái számára 400 millió forint plusz forrás biztosított. Ez egy érdekes történet, ezt egyébként Kollár professzor úr is említette egy beszélgetésben, hogy az ajtóból fordult vissza, hogy álljon meg a történet. Itt a Pécsi Egyetem minden fekete listán van. Így van, és sikerült elérnünk azt, hogy az egyik legjelentősebb összeget kaptuk meg ebből az OEB kassakisöprésből, és további összegek várhatók egyébként még az év végéig. Szeretném itt jelezni azonban, hogy ezeket a forrásokat kifejezetten az adósságállomány csökkentésére kívánjuk felhasználni. Én úgy gondolom, hogy év végére az egyetem 60 napon túl lejárt számlaállománya minden valószínűség szerint 3 milliárd forint alá megy. Tehát egy fordulatot lehetett elérni, legyen talán most ennyi elég ebben a történetben, és ezzel nagyon konzekvensen, keményen végig kell menni. Természetesen mindenki számára ismert, hogy volt itt nyugdíjazás a nyár végén. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen eszközökkel lehet megcsinálni ezt, hiszen gyakorlatilag a működés az... Három fő eszköz van ebben a történetben. Az egyik egy szigorú keretgazdálkodás. Tehát egyszerűen nem lehet többet költeni, mint amennyi pénze van valakinek. Jelen pillanatban az egyetem gazdálkodási rendszere, szoftvere felállt, és ez a funkció 95%-os, tehát elég jól működik. A másik történet, meg kellett nyilván nézni a személyi állományt. Az első meglehetősen fájdalmas vágások megtörténtek. Egyébként ennek a pénzügyi hozama még nem látszik az egyetem gazdálkodásában, hiszen ez majd inkább január-februártól fogja javítani a paramétereinket. Persze, felmondási idők. Felmondási idők pontosan emiatt, így van. És a harmadik paraméter pedig a költségszerkezetnek az áttekintése. Voltak olyan területek, és itt most hadd ne részletezzem, ahol a szükségesnél lényegesen többet költött az egyetem, és az észszerűnél is többet költött az egyetem. Mondjam, nem lehet így, azért mégis megtudni, hogy milyen terület, legalább a területet. Én azt gondolom, hogy műszaki beruházási területen elég jelentős káosz volt az egyetem életében. Nagyon sok volt a fedezetlen beruházás az elmúlt időszakban. És egyébként úgy gondolom, hogy a gyógyászati segédanyagok felhasználásának egy részében, nem minden szegmensében, de egy részében szintén jelentős káosz uralkodott. Ezért volt nagyon fontos, hogy a szigorú keretgazdálkodást tudjuk beállítani, mert innentől kezdve ezek a túlköltések már nem lesznek lehetségesek, hiszen minden túlköltéshez a klinikai főigazgató, az előbb emlegetett Kollár professzor engedélye szükséges. És ezt mindenki ötször is meg fogja gondolni, hogy fordul-e ilyen kérdéssel Kollár professzor úrhoz, vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy azok a lépések, amiket muszáj volt megtenni, azokat megtettük. Most van egy nagyon fontos feladatunk, várhatóan jövőre teljesítmény volumen korlát emelkedésben lesz részünk, 10% és 15% között. Most okosnak kell lennünk, és ezt az emelkedést úgy kell visszaosztanunk a klinikákra, hogy ahol nyereséges, jó színvonalú tevékenység folyik, oda ebből a volumen korlát emelésből többet kell adnunk, és ahol pedig a gazdálkodás, illetve esetleg a működésnek a színvonala nem megfelelő, oda pedig nyilvánvalóan kevesebbet. Tehát ez egy nagyon fontos differenciálási feladat lesz, amin azt hiszem, hogy
mindig lehet majd vitatkozni, hogy jól osztottuk el, de szerintem fontos lesz az, hogy ez hogy az elvonás ugye annak idején fűnyírószerűen történt a klinikáktól, most ez a visszaosztás viszont ne differenciált legyen. Így van. Hát igen, és ön hogy fogadta azt a hírt, hogy az orvosi kar az ország legjobb kara lett, megosztva az ELTE bölcsészkarra? Hát szerintem ennél jobb reklám a Pécsi Egyetemnek nem kell, mint amikor országos elsőként jön ki az egyik kara a nagy listán. Hadd mondjak még egy paramétert, mert talán legalább annyira jellemzőnek gondolom, mint ezt a paramétert. A legjobb 25 kar között az országos listán, ugye ahol 170 felsőoktatási kart soroltak fel. A között lett ez az orvosi kar az első? Így van. A legjobb 25 között 4 kara található a Pécsi Tudományegyetemnek. Melyik? Az orvoskar, a bölcsészkar, a közgazdaságtudományi kar és a természettudományi kar. Ez a 4 kar benn van az első 25-ben. Gondolom a természettudományi az különösen kedves. Hát igen, és 6 helyet lépett előre egyébként a TTK tavalyi évhez képest. Ezt azért mondom, mert ön onnan érkezett. Igen, de hadd tegyem hozzá, hogy csak az ELTE volt képes 4 karát bejuttatni idén a legjobb 25-be. Minden más egyetem, beleértve a Szegedi és a Debreceni Egyetemet, akiket ugye mi mindig így kicsit mint mércét tekintünk magunk előtt, csak 3 karral, a Műegyetem, a Corvinus Egyetem és a Semmelweis Egyetem pedig 2-2 karral tudott szerepelni ezen a 25-ös listán. No jó, hát ez egy nagyon nagy dicsőség, de sosem csak ez számít. Az is számít, hogy ezt mitől érte így el van, az egyetem. Így van. A mérce természetesen nem lehet tökéletesen objektív. A pontozásos listán, amin ugye ez képződött ez a helyezés, 2 szempontot vettek figyelembe, az oktatói kiválóságot és a hallgatói kiválóságot. És itt kívánkozik ki belőlem, hogy a jogi kar természetesen rajta lett volna ezen az első 25-ös listán szintén, de egy oktatóra pillanatnyilag nagyon sok hallgató jut, és ezért ők kicsúsztak ebből az első 25-ből. Tehát ebből látszik az igazából, hogy a Pécsi Egyetemben ilyen szempontból is van még tartalék. Hogy mitől lesz ez kiváló? Hát attól lesz ez kiváló, hogy jó hallgatókat tudunk ide gyűjteni, ez az egyik szempontrendszer. Az, hogy az oktatók kiválóak, ezt azt hiszem, hogy szerénységem tiltja, hogy itt részletesebben elmondjam, hogy ezt hogy is gondoljuk, de valóban jók az oktatói paramétereink is. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy minősítettség tekintetében, ismertség tekintetében a Pécsi Egyetem legtöbb kora nem kell, hogy panaszkodjon. De rektor úr, én hallottam egy olyan vélekedést, és lehet, hogy ez butaság, hogy a központi felvételi pontszámok megállapításával bizonyos egyetemeket hátrányba tudnak hozni, vagy bizonyos egyetemek hátrányba kerülhetnek, hiszen úgy állapítanak meg mondjuk egy-egy szakra pontszámot, hogy azt vidéki vagy mondjuk gyengébb középiskolából érkező gyerek, mondjuk nem minden gyereknek van vidéken például esélye 2 nyelvvizsgát tenni, vagy 1 felsőfokú, 1 középfokú nyelvvizsgát tenni 4 év alatt. Azok hátrányba kerülnek. Ez kétségtelenül így van. És a magyar felsőoktatásban el is indult kétfajta polarizálódás, nem is csak egyféle. Egyszer van egy olyan egyensúly, amit lehetne úgy fogalmazni, hogy Budapest-vidék egyensúly. Hát ezt nem lehet egyensúlynak nevezni. Ami nem egyensúly, mert megbillent az idei évben, a budapesti felsőoktatási intézmények 7%-kal tudták növelni tavalyhoz képest a beiskolázási arányukat. Nem véletlen egyébként, hogy a rektori konferencia épp a holnapi ülésén Szegeden át fogja tekinteni a tavalyi évi felsőoktatási felvételi tapasztalatait, mert mindenki érzi, hogy azért itt egy-két ponthatár megállapítás nem volt teljesen a helyén való. A másik dolog pedig, amit meg lehet állapítani, valóban vannak a jó iskolák, meg a rossz iskolák, és ez a polarizáció, tudom, hogy ez egy kicsit éles kijelentés, de ez a polarizáció is elindult. Tehát olyan felsőoktatási intézmények, amelyek mondjuk éveken keresztül be tudták tölteni az államilag finanszírozott vagy államilag támogatott keretszámaikat, most hirtelen abban a helyzetben találták magukat, hogy nem tudják ezeket betölteni. És ez valószínűsíthetően oda fog vezetni, hogy néhány felsőoktatási intézmény önálló léte a magyar felsőoktatási palettát meg fog kérdőjeleződni. Ez nem is akkora baj, mert jelenleg 71 intézményünk van, illetve most még 72, de január 1-től a Szombathelyi Főiskola beleolvad a Nyugat-Magyarországi Egyetembe, úgyhogy január 1 után már csak 71 intézményünk lesz a magyar felsőoktatásban. Ez 10-szerese annak, mint amit Szerbia pillanatnyilag eltartott, 7
felsőoktatási intézmény működik. Egyrészt ez is, másrészt azt is mondják, hogy ugye hatalmas harc fog megindulni a hallgatókért, mivel a demográfiai hullám völgye az éppen mostanában éri el az egyetemeket, eddig ezen már végigmentek az általános és középiskolák, de most az egyetemek kerülnek abba a helyzetbe, hogy egyszerűen fizikailag nem lesz elég hallgató, és nagyon nehéz lesz annyi hallgatót összegyűjteni, egymással nagyon komoly versenyben vannak az egyetemek, ráadásul Budapest erőfölénnyel él, annak ellenére, hogy a népesség csak 20%-a lakik Budapesten, 80% azért vidéken él. Így van, azonban a felsőoktatási intézményhálózatnak fele Budapesten koncentrálódik. Másik oldalról megnézve ugyanezt a kérdést, azért nem ennyire fekete-fehér a kép, mert amikor mi felsőoktatási beiskolázásról beszélünk, és hallgatói létszámról beszélünk, akkor a képzés összes formájában egyszerre résztvevő személyekről beszélünk. Hát de ne felejtsük el, hogy extrém esetben valaki akár ötféle képzésbe is járhat, mert járhat felsőfokú szakképzésbe, utána bachelor képzésbe, aztán mesterképzésbe, aztán doktori képzésbe, és esetleg beiratkozhat valamilyen szakirányú továbbképzésbe. Tehát képzési formából sokféle van, és az a számadat, amit itt ijesztegetésként szoktak használni, hogy a felsőoktatás kimerítette a tartalékait, az valóban részben igaz, de azért tekintve a képzési szintek sokaságát nem feltétlenül igaz. És úgy látom, hogy a kormányzati beiskolázási politika is abba az irányba mozdult el, hogy a különböző szintek közötti egyensúlyt megpróbálja megtalálni. Na ez persze nem lesz egy könnyű feladat, hiszen nincs tapasztalat. És ugye ezért nagy baj az, hogy Magyarországon úgy épült ki a Bologna típusú képzési rendszer, ugye a több lépcsős képzés, hogy igazából nem csináltunk semmilyen kísérletet erre vonatkozóan, hogy ez hogy néz ki, hanem egyszerre bevezettük a bachelor képzést minden szakon. Máshogy azért ez nem egészen így működött, máshogy azért voltak olyan szakok, ahol meg lehetett nézni előzetesen, hogy hogy néz ki egy ilyen piramis, le lehetett vonni a piramis kialakulásából a tapasztalatokat, és akkor utána vezették be általánosan, sőt, hát van, ahol még nem is vezették be általánosan. Szóval egy kicsit bonyolultabb a kérdés annál sem, hogy egy egyszerű számadat összehasonlításra ezt le lehessen egyszerűsíteni. Nagyon nagy verseny van az oktatási piacon a felnőtt képzés tekintetében. Annak ellenére, hogy a Pécsi Tudományegyetem az elsők között mondhatni forradalmian élen járt abban, hogy a felnőtt és emberi erőforrás képzési intézetét létrehozta és egyetemi szintre emelte a felnőtt képzést, ennek ellenére azért valamiért mégiscsak nagyon sok eszkimó akadt ezen a jégtáblán, és talán köszönhető ez annak is, hogy az egyetemi döntéshozatali szint, illetve a képzések akkreditációja nagyon nehézkes. Tehát mind a kettő nehézkes. Az egyetem nagyon nehezen tud dönteni dolgokban, magától struktúrájából adódóan, másrészt pedig hát ugye mire egy új képzést akkreditálnak, addigra esetleg a tudás már elavul. Igen, mindegyik tényező kétségtelen szerepet játszik ebben a rendszerben. Én azonban még egy dolgot hozzátennék. A konkurencia harc látszólag egyébként független akkreditációs testületben is időnként megjelenik. Tehát nagyon pontosan lehet érzékelni, hogy egyes képzéseknek a nem akkreditálása vagy visszautasítása mögött milyen erők húzódnak meg. Mondom, noha a testület látszólag független. Egyébként, ami a másik oldalát illeti a dolognak, azért az, hogy a legtöbb alapszaknak a létesítése az országos konzorciumban történt, tehát felsőoktatási intézménynek együttműködésével történt, ez sajnos egyúttal teret nyitott annak a jelenségnek is, hogy le lehetett nyúlni egymás tudását. Tehát azok az intézmények, amelyek valamilyen tudásszegmensben előjártak, azok tetszik vagy nem tetszik, kénytelenek voltak ezt a tudásukat, vagy ennek a tudásuknak legalább egy részét felajánlani a magyar, teljes magyar felsőoktatás számára. Na, így fordulhatott elő egyébként, hogy az előbb emlegetett felnőtt képzési intézet közben ugye karrává képzését gyakorlatilag monopól helyzetben folytatta néhány évvel ezelőttig. Azonban mióta elindult ez az új típusú Bologna rendszer, 16 felsőoktatási intézménnyel kénytelen megosztani ezt a piacot. Hát ami nyilvánvalóan nem ugyanazt a piaci részesedést eredményezi, amit korábban. Ráadásul kimaradt egy lényeges lépés az egyetemi életből, ez az, amit úgy hívnak, hogy kapacitás akkreditáció. Tehát, hogy egy adott felsőoktatási intézmény valóban az oktatói gárdájával, az infrastruktúrájával hány hallgató képzésére képes az adott területen. És milyen minőségben?
Elvileg ezt az oktatói gárda összetétele, valamint az infrastruktúra minősége hozza magával. Tehát ezért mondtam ezt a két paramétert elsődlegesen, hogy oktatók, oktatói gárda minősége, valamint infrastruktúra, mert a kettőből következik az, hogy várhatóan milyen lesz a képzés minősége. És így fordulhatott elő, hogy amíg például ugye a mi felnőtt képzési karunk egy adott képzésre 100 helyet vagy 110 helyet kapott, a maga 40 oktatójával, addig egy hasonló képzési formában működő másik vidéki nagyegyetem 8 oktatóval 90 helyet tudott kapni. Tehát ez egy elég érdekes, hogyha ezeket párhuzamba állítjuk, akkor egy elég érdekes kép kezd erről kialakulni. Úgyhogy a rektori konferenciának, illetve a magyar felsőoktatásnak a másik nagyon sürgető feladata a felvételi rendszer áttekintése mellett a kapacitás akkreditációnak a végrehajtása. Van még egy kínos kérdés, ez a tandíj. Hát nyilván nem önök találták ki, viszont súlyosan érinti az egyetemi oktatást, az egyetem életét. Mi az önök álláspontja a tandíjjal kapcsolatban? Lehet-e egyáltalán álláspontjuk? Kétfele bontanám itt is a kérdést, a hallgatók álláspontjára és az oktatók álláspontjára. A hallgatók álláspontja nyilván egységes, ők nem szeretnének tandíjat fizetni. Az oktató gárda eléggé megosztott ebben a tekintetben. Tehát, hogyha a belső egyetemen belüli véleményeket meghallgatom, akkor onnantól kezdve, hogy van, aki azt mondja, hogy hát maradjon minden ingyenes, egészen addig a végletekig, hogy én sokkal többet fizetetnék a hallgatókkal, mert ilyen véleményeket is hallani. Sőt, én hallgatói véleményt is olvastam ilyet az univerzitásban. Igen, tehát igen, de ez mondjuk egyedinek számít. Az oktató gárdán belül nem egyedi az a vélemény, hogy jó dolog a tandíj, sőt, van, aki azt mondja, hogy a teljes képzési költséget nem ártana megfizettetni a hallgatóval, ugyanis valószínűleg nagyobb felelősséggel ülne be a hallgató az iskolapadba akkor, hogyha ezért ő anyagi terhekkel tartozna. Na most a rektori konferencia elé került egy alternatív hallgatói javaslat a tandíj vonatkozásában. A Műegyetem hallgatói önkormányzata kezdte ezt kidolgozni, majd ezt átvette a HÖÖK, és azt javasolták a rektori konferenciának, illetve az Oktatási Minisztériumnak, hogy az elhagyott kreditek után fizettessünk a hallgatósággal. Na most ez nem biztos, hogy nagyon érthető mindenki számára. Röviden lefordítom, tehát hogyha valaki felvesz egy tantárgyat, és ezt a tantárgyat nem tudja teljesíteni, akkor annak van egy ára. Ugyanis akkor ezt az összeget, amiben egy tantárgy lehallgatása kerül, ezt be kéne csöngetni a kasszába, hogyha valaki nem teljesített sikeresen. Na most csináltak mindenféle próbaszámításokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy a felsőoktatási képzéseknek a rendkívüli heterogenitása miatt, ugye mérnökképzés, orvosképzés, jogászképzés, mindegyiknek más-más a költségskálája. Ez az elképzelés sajnos nem kivitelezhető, tehát marad az, más az orvosin, így persze, van, nyilván teljesen más az orvosin, és miért kéne jobban büntetnünk egy orvostanhallgatót, mint egy, mit tudom én, egy szabad bölcsészetet hallgatót. Tehát ebből a megfontolásból kiindulva maradt aztán a rektori konferenciának az állami felsőoktatási intézmények részlege abban, hogy inkább az eredeti verziót, a kormány verzióját támogatja egyhangulag egyébként a hallgatók által kidolgozott verzióval szemben. Természetszerűleg mi ezt nem tekintjük lezárt kérdésnek, hiszen... Milyen hatásai lesznek ennek? Kiszámíthatatlan. Tényleg? Igen. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban kiszámíthatatlan hatásai lesznek. Ami első körben kiszámíthatatlan, az a számú hallgató, aki potenciálisan ugyan jelentkezne az egyetemre, de majd a tandíj visszatartja attól is, hogy nem fog jelentkezni. Ez ugye abba az irányba hat, hogy a kereslet meg a kínálat valószínűleg közelíteni fog még jobban egymáshoz, mint ahogy jelenleg van. Csak zárójelbe jegyzem meg egyébként... De hát ennek, bocsánat, nem lesznek itt szociális kompenzáló programok? Hát azért ez nem fordulhat elő a 21. század Magyarországán, hogy egy gyerek, aki tehetséges és tud, ne jusson be egy egyetemre a tandíj miatt. Ez valóban így is van, és mi azt gondoljuk, hogy ez nem is lesz egy probléma, hiszen ugye magának a tandíjnak, vagy hát pontosabb nevén a FER-nek, a felsőoktatási részhozzájárulásnak a szabályrendszer, ez úgy van kikalkulálva, úgy van kialakítva jelen pillanatban, hogy az első év tandíjmentes mindenki számára. És második évtől kezdve lép be a FER fizetési kötelezettség, de aki jól teljesít, tehát a saját évfolyamán belül a felső 15%-ban van,
az mentesül a tandíj fizetés alól, sőt, jelentős ösztöndi juttatásban fog részesülni. Tehát egy ilyen helyzetben levő szegény, ám de tehetséges gyereknek tulajdonképpen egy évet kell kibírnia. Egy évet kell a családnak valahogy összehozni ahhoz, hogy az illető az nehogy nemhogy nem fizessen, hanem jelentős juttatásokat kapjon. Magának a befizetett összegnek egyébként a 30-50%-át ösztöndíjra kell fordítani. Tehát a hallgatók kvázi fizetik a saját társaik extra teljesítményét, azok a hallgatók, akik nem teljesítenek jól. Na most az kevésbé ismert, és ez lesz egy rendkívül érdekes dolog, hogy egyébként pedig a tanulmányi listán levő alsó 15% az könnyen kívül találhatja magát az államilag támogatott képzés keretein. Ez most is így van, nem? Nem, ez pillanatnyilag úgy van, hogy ha egy hallgató elnyerte az államilag támogatott státuszt, akkor ez a státusz a tanulmányai folyamán végig elkíséri. Azaz tandíjfizetésre nem kötelezett, ellenben, ha rosszul teljesít, nem kap ösztöndíjat. Na most ez úgy fog megváltozni a jövőben, hogy aki rosszul teljesít, az nem, hogy nem fog ösztöndíjat kapni, de átkerül a költségtérítéses képzésbe, ez az alsó 15%-a a tanulmányi listának, és az ott parkolópályán levő hallgatók, pedig költségtérítés hallgatók pedig át fognak kerülni az állami finanszírozású rendszerbe. Ez alapvetően azt fogja jelenteni, hogy egy fluktuáció indul meg, és a költségtérítéses képzés, valamint változott az államilag támogatott képzés határaik az alsó régióban kezdenek majd összemosódni. Ez egy rendkívül érdekes rendszer lesz, ezért mondom, hogy ennek a dolognak a hatásai egyre szinte kiszámíthatatlanak. Még két dologról szeretnék önnel beszélni, az egyik az a hallgatók. Hogy milyen ez a mai egyetemi ifjúság? Hát nagyon jó kérdés. Annak ellenére, hogy a munkaidőm döntő többségét a hivatali ügyeim viszik el, ettől függetlenül elég sok időt töltök a hallgatók között is, mert még mindig vannak óráim jelentős számban. És azt veszem észre, hogy a hallgatói érdeklődés, vagy a hallgatók motiváltsági állapota kettős. Vannak, akik kifejezett célokkal érkeznek már az első évfolyamra, és ennek megfelelően teszik a dolgukat, ahogy kell. És ebben az esetben nyilván prognosztizálható az, hogy a megfelelő eredmény sem marad el. És sajnos vannak olyanok, akik csúnya szóval melegedőnek használják az egyetemet. Tehát nem volt komoly elképzelésük, beadták a jelentkezési lapjukat valahova. Miután ez ugye most pillanatnyilag ingyen van, hát nem osz, nem szoroz. Szakképzettséget előbb-utóbb úgyis szerezni kell, és elkezdik valamilyen módon megszerezni a diplomájukat. Na most azért azt világosan kell látni, hogy a jelenlegi rendszerben, aki nem tud jó eredményeket felmutatni, az egy, nem fogja elvégezni az alapszakot, ez egy lehetőség, még azt sem fogja elvégezni, mert bejöhetnek olyan problémák, hogy mit tudom, egy adott tantárgyat, ha valaki háromszor nem teljesít, akkor kizárják az egyetemről. Igen. Mondjuk régen volt ilyen. Igen. Aztán van ilyen lehetőség, hogyha valaki egy meghatározott számú kreditet nem szerez meg egy bizonyos idő alatt, akkor kizárják az egyetemről. Tehát még ebben a mai nagyon laza kreditrendszeres felsőoktatásban is ki lehet bukni az egyetemről. Hát persze, most is ki lehet bukni. Így van. És ugye ennek aztán van egy olyan következménye, hogy ezek a gyerekek továbbra sem szereznek szakképesítést. Semmilyen szintűt. A másik dolog, ami érdekes, hogy az viszont egyértelműen látszik most már, hogy a felsőoktatási kormányzat eltökélte magát abban, és bizonyára ebben igazuk is van, hogy nem mindenkinek kell egyetemi szintű diplomához jutnia. Azaz, a mesterképzésben való belépés az egy komoly szelekciót fog jelenteni a jövőben. Méghozzá minden valószínűség szerint egy olyan felvételi eljárásban, ahol valahol a hallgatóknak az eddig megszerzett tudása, tapasztalata nagy mértékben számítani fog. De hát rektor úr, hát már most is az a baj, hogy féltudós tudósokkal van tele az ország. Olyan emberekkel, akik valamilyen képzésbe jártak, valamilyen papírt szereztek, és utána fennen hangoztatják, hogy értenek ahhoz a dologhoz. Sőt, ex-katedra kijelentéseket tesznek bizonyos szakmában, amit tudós emberek, akik értenek hozzá, óvatosan mennek mondani. Most ez az ország állapotaira jellemző is lett. Mi fog történni akkor, hogyha majd itt 3 éves képzés után egyetemi tudósokat fogunk kijeleszteni? 3 éves képzés után biztos nem fogunk tudósokat kijeleszteni. Jó, hát ezt zárom. 3 éves képzés után az alapdiplomával olyan embereket fogunk kijeleszteni,
akik, hogyha megfelelő motiváltsági szinten rendelkeznek, akkor vagy a gyakorlatban, vagy egy valami további rövid ciklusú képzés keretében olyan ismereteket szerezhetnek, amivel most már mi a neve annak a diplomának, amit kiadnak? Alapdiploma. Tehát az új képzések diplomájának, kiadott diplomáinak a neve az alapdiploma. Tehát ugye régebben volt okleveles biológus, a saját szaknámnál maradva, az 5 éves képzés végén. Most a 3 éves biológus diploma az úgy szól, hogy alapdiplomás biológus. Azaz magyarán bizonyos alapismeretekkel rendelkezik, de nem feltételezzük róla, hogy tényleg a szakma mélységeit ismeri. Na ezért van a mesterképzés, és ezért van a doktori képzés, hogy ezeket a mélységben tagolt szakmai ismereteket a későbbiekben, akik erre érdemesek most már, és nem a teljes hallgatói populáció meg fogja tudni szerezni az egyetemen, legalábbis a Pécsi Tudományegyetemen biztosan. Tehát akkor több bejáró hallgatót lehet majd látni az egyetemen az új rendszerben? Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben igen. Tehát több szinten, többféle hallgató, ma azt mondanám talán most, hogy körülbelül azonos létszámban lesz jelen a közeljövőben a Pécsi Tudományegyetemen, mint ahogy ez most van. Na, akkor a jövőnél tartunk. Önnek nagyon határozott célja volt a rektorsága kezdet. Ugye néhány hónapja rektor, most én megint nem tudom összeszámolni, hogy 5. Köszönöm. 5 hónapja rektor. Ön 5 hónapja rektor, azóta is ezért a célért hajt, tehát mondjuk ez nem egy hosszú idő. De mi volt ez a nagyon határozott cél és elképzelés? Tehát ahányszor önnel beszéltem, mindig azt vettem észre, hogy van egyfajta irány. Igen, ebben megyünk, ezt fogjuk csinálni. Ezt röviden úgy szoktam megfogalmazni magamnak is, meg a környezetem számára is, hogy szeretnék egy modern egyetemet csinálni a Pécsi Tudományegyetemből. A Pécsi Tudományegyetem egy jó tradíciókkal, hosszú múlttal rendelkező egyetem egyrészt. Jó szellemi képességekkel rendelkező emberek tömege dolgozik a Pécsi Tudományegyetemen. A Pécsi Tudományegyetem most már tapasztalatból tudom, Európa szerte elég jól ismert. Tehát ahova én elmegyek rektori találkozókra, egyéb összejövetelekre, ott mindenki azt mondja, ó persze Pécs, tudjuk, ott van egy egyetem. Tehát egyik vagy másik professzió kapcsán ismertek vagyunk. A modern egyetemnek azonban nem csak ezek az ismérvei. A modern egyetemnek van egy, vagy néhány olyan ismérve, ami a Pécsi Tudományegyetemre az elmúlt időszakban kevésbé volt jellemző. Az egyik például az, hogy a társadalom fele nyitni kell. És az összes olyan lépésemet, ami a várossal való kapcsolatnak az intenzifikálásában nyilvánul meg, a gazdasággal való kapcsolatnak az intenzifikálásában nyilvánul meg. Ezek mind azért teszem, mert azt szeretném, hogyha a Pécsi Tudományegyetem gazdasági erővé válna. Jelenleg is bizonyára valamilyen szinten az, de ezt a 49 milliárdos bevételi potenciáját, ez szerintem a jelen pillanatban még nem optimálisan kamatoztatja. Tehát minden valószínűség szerint egy vállalkozás közeli állapotot kell létrehozni a Pécsi Tudományegyetemen, el kell tudnunk adni azt, ami a Pécsi Egyetemnek a szellemi tőkéje. Ez több irányban meg fog tudni valósulni, egyrészt ténylegesen a szellemi termékek értékesítésének és hasznosításának a vonalán, másrészt lesznek olyan funkciói, belső funkciói a Pécsi Tudományegyetemnek, amiket jobban szeretnék, hogyha vállalkozási formában működne, vagy működtethető lenne a közeljövőben. Nem is csinálok titkot abból, hogy vannak olyan cégalapítási kezdeményezéseim már most a Pécsi Tudományegyetemnek, amivel az innovációs potenciál egy szegmensét vállalati formában kívánjuk hasznosítani. Erre nem olyan régen, éppen múlt csütörtökön a gazdasági tanács után a szenátus is felhatalmazást adott. Ez egy nagyon nagy lépés. Ez egy óriási lépés előre. Ezen kívül is vannak olyan elképzeléseim, amelyek már a közeljövőben újabb cégalapításokat fognak eredményezni minden valószínűséggel a szellemi vagyonnak a hasznosítása terén. És az már meg egy következő kérdésre vezet át bennünket, hogyha az egyetemek tényleg tulajdonhoz jutnak, és nem csak kezelői jogosítványokkal rendelkeznek majd az infrastruktúrájukat illetően, akkor mi fog történni ezzel az infrastruktúrával. Szóval el kell kezdenünk gondolkodnunk abban, hogy a Pécsi Tudományegyetem ingatlan fejlesztése, az ingatlan portfóliója, hogy ezt a csúnya szót használjam, ez hogyan is néz ki? Ugye nyilván lesznek olyan elemei a Pécsi Tudományegyetem vagyonának, amit törzs vagyonnak fogunk tekinteni, és semmilyen körülmények között nem lesz piacosítható, és lesznek olyan elemek, amire azt fogjuk mondani, hogy ettől jobb lenne megszabadulni, vagy azért fogunk megszabadulni tőle, mert jól piacosítható. Tehát itt többféle opciót is mérlegelünk.
Ennek érdekében egy közbeszerzési eljárást írtunk ki az ingatlan vagyon felmérése érdekében. Ez valószínűleg a következő év első fél évében le fog zajlani. Célok megvannak, a lépések megkezdődtek, megvalósítás megindult. Rektor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a stúdióba fáradt és megosztotta velünk gondolatait. Remélem, majd rövidesen ismét találkozunk itt. Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Megtisztelt, és kedves nézőink is megtisztelnek bennünket figyelmükkel. Következik nem sokára a hálózat, maradjanak velünk. Viszontlátásra!